A Tamási Tungi Fesztivál a régi sváb hagyományokat eleveníti fel és örökíti tovább a következő generációnak. Hétvégén ismét gazdag kulturális műsorral és a jellegzetes sváb étellel, a Tungival várták a vendégeket, érdeklődőket. Pontosabban Schlachta Tunginak hívják, mert ez disznóvágáskor szokott lenni, ebédkor az egyik étel. Húsból van, belsőségből, és a végén ez egy savanyú mártásos dolog lesz. Tehát nem pörkölt, mert sokan mondják, hogy nem a pörkölt, tehát nem pörkölt. Ezt az a svábos benne, hogy egy berántották a végén, rendesen, hagyományosan zsírral és liszttel, és aztán a végén egy kis ecet kell hozzá, és kenyérrel kell enni. A zene, a tánc tájegységenként eltérő, de mindenki ráismer, ha meghallja a harmonika muzsikáját. A tánchagyományok megőrzésében pedig a legkisebbek is részt vesznek. A Tungi Fesztivál a régi sváb hagyományokat szeretné picit feleleveníteni, és amennyire lehet a generációkon át ezt továbbadni. Mindenképp szeretnénk a fiatalokat, a gyerekeket is megszólítani ezzel a rendezvénnyel, így a műsorok sorát az óvodások, majd az iskolások műsora nyitja meg. Hogy a gyerekeket is próbáljuk itt tartani ezen a rendezvényen, minden évben népi játékokkal kedveskedünk nekik, amelyeket itt a sátor mellett ki is tudnak próbálni. A Tungi Fesztiválon a sváb zene, tánc és ételek mellett a hagyományos tutyit is megtalálta az ide látogató, és választhatott magának egyet a kézzel kötött lábbeliből. Elkezdjük egy téglalappal, és akkor utána fölszedjük a sarokrészt, és akkor átmegyünk még egy pár centimétert, és akkor utána csináljuk a fejrészt. Aztán utána megy az összejövetel, ami elől ilyen, hogy kerek legyen, és akkor így fejeződik be a, és akkor mintát, meg vannak olyan megyék, nem is megyék, hanem falvak, ahol keresztszemesen csinálják. Mi, bonyhádiak, úgy nem varjuk bele, hanem belekössük a mintát a pacskertba, tehát fonallal bele van kötve, és akkor így fejeződik be. A műsorban a tamási óvodások és iskolások mellett a helyi Heimattöne német nemzetiségi kórus és a Blumenkranz pedagógus kamara kórus is fellépett, illetve Bonyhád és Dunaszekcső nemzetiségi együtteseit is láthatta a közönség.